Na srácok, ott hagytam a biciklit, ez egy taktika, mert eszisi óra vagyok, és így erre megyek a bőrvétele. Másrészt pedig így nem tud észrevenni, mert ha ide benéz egyből, nem fog látni. Na srácok, jelentkezem, ha odaértem. Itt vagyok. Az a baj, hogyha itt megtalál, akkor baj van, mert a biciklit ott hagytam, láttam, és most megyek vissza, mert szerintem visszamegyek és játszok, amíg találkozunk, hogyha valami történik. Na srácok, itt vagyok. Annyira befostam a játékba, a bugaraknak olyan hangjai vannak, hogyha itt valaki lépkedne, és azt hittem, hogy itt van. Egy pillanatig annyira befostam, hogy itt van. De aztán rájöttem, hogy csak a bugarak, és lejövök megint lenézni. Hát, ha itt van, de hogy esetleg segítsek neki, megyek. Ha meglát, akkor izomba futás a biciklit, és tekerek, amerre látok. Ez a taktikám. Ahogy én láttam, ott nincsenek, itt vagyok. Arra gondoltam, hogy kimegyek esetleg. Attól függ, hogy arra játszok-e, hogy mindenképpen megnyerjem, vagy arra jöjjön benne egy kis izgalom, hiszen ugye a videó nem lesz túl izgalmas, hogy nem lát, szóval szerintem kimegyek. Hogy legyen egy kis izgalom a videóban, lehet, hogy elbukom, lehet, hogy nem. Na, kint találkozunk. Na srácok, itt vagyok. Elindultam, hogy egy kicsit átmenjek egy másik utcába. Remélem nem itt fog megtalálni. Találkozunk, hogyha valami van. Itt vagyok, ide jöttem egy idegleínesen, egy kicsit körülnézni, meg ilyenek. Hát itt sem lehet nagyon rám látni, de remélem, hogy nem is fog. Találkozunk a fején. Itt vagyok srácok, már majdnem eltelt az idő fele, és ő még nem is láttam az indulás óta. Ez jónak szánt vagyok. Váltottam helyet, egy sokkal könnyebben megjátható helyre jöttem, szóval ha itt jön, akkor nekem kb. 90% hogy font, hogy én veszítettem. Szerint nagyon nem tudok elmenni. Remélem nem is fog megtalálni, nem is tudom mennyire járt még közel eddig, mert ugye nem nagyon néztem ki, mert folytattam, hogy megtalál, de most kinézek. Ha most elkap, akkor gratulálok magamnak, idő felé eljutottam és itt elbasztam. Na mindegy. Na srácok, itt vagyok. Hát kiderül, hogy eléggé nagy szerencse kell ahhoz, hogy meg lehessen találni valakit, hiszen tudni kell a helyeit, meg az esélyeit is nagyjából, hogy hova megy. Azt a helyet szerintem pont nem tudta, ahová én jöttem először. A lényeg, hogy nem talált még meg, jelentkezem a fejleményeknél. Most fordult a kocka, most én vadászok rá, nekem kell őt megkeressem. Elindult, meg volt a 30 másodperc. Remélem itt több izgalmas pont lesz, mint az enyémben, mert az enyémben konkrétan egyszer sem talált meg. Na srácok, itt vagyok, átnézem itt, akkor megyünk tovább. Na srácok, itt vagyok, eddig nem találok semmit, de igyekszem tovább keresni. Na szólok, ha lesz valami fejlemény. Na srácok, itt vagyunk a következő helyen, itt nézem meg, hogy itt van-e. Remélem, hogy itt vagyok. Legalább jó lenne a biciklit megtalálni, hogy tudjam, hogy merre mehetett. De eddig még az sem sikerült. Na, találkozunk, ha van fejlemény. Itt vagyok, úgy néz ki, nem fogom megtalálni az előzőt. Én a másikat, ő nyerte. Na srácok, lejárt az idő, vesztettem. Szóval, elkezdjük a büntetéseket. Na, kezdte. Mit én? A büntetéseket. Én adjam neked? Igen, először. Az egyik büntetésed. Mondd. Milyen lábas vagy? Ő jobb lábas. Leveszed a jobb lábadról a cipőt, meg az oknit, beleteszed, és meg kell kétszer mártanod a tóban. Vállalnod kell. Én is vállalom. Sajnos igen, vállalnom kell, mert azt mondtuk az elején, hogy mindent vehet. Hú, bezzége, megcukkodját, ha én kihúzom. Hát srácok, a kihívás az kihívás, videóznod kell. Nem akarok, teljesen nem muszodja fel elég. Hát a talpad. Á, na jobb van, annál jobb van. Ele fogok esni. Gugolj le. Húzs. Lejárt? Le. Na, a bent a feledete az, hogy bekiabál valakihez. Tisztétek, srácok! Dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel! Én Áteix voltam, sziasztok!